Új konyha, étkező tantermek, 300 milliós beruházás a Koch Valéria iskola központban. Közel 450 millióból korszerűsítették, átadták a felújított kertvárosi óvodát és bölcsödét. Megfelelő szellőzés és fűtőanyag, jó tanácsok a katasztrófa védelemtől a fűtési szezonra. Cél a kutatói, oktatói utánpótlás nevelés, TDK bőrze a PTE orvosi és gyógyszerészkar. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Új konyhát és étkezőt kapott a Koch Valéria iskola központ, valamint három tantermet alakítottak ki a régi étkezde helyén. A magyarországi németek iskoláját 300 millió forintból bővítették, így már ki tudják szolgálni a közel 800 fős tanuló létszámot. Hivatalosan hétfőn délután került az intézmény birtokába az új épületrész. Német tánccal és dallal ünnepeltek a diákok a Koch Valéria iskola központban hétfő délután. Az intézmény megújult konyháját, ebédlőjét adták át. Jelenleg 140 tanuló tud egyszerre itt étkezni, van külön tanári étkezőnk, ami azért is jó, mert ha vendégeink jönnek, őket is el tudjuk helyezni, és ami a legfontosabb, hogy az étkezővel egy szinten egy nagyon modern, korszerű, mindennel felszerelt konyha. A régi ebédlőnk, kis ebédlőnk és a konyha helyén pedig három új tanteremmel bővültünk, amit fel tudtunk szerelni a legmodernebb eszközökkel. Közel 800 gyereknek kell megebédelnie 3 óra alatt. Ez a régi 80 fős étkezdében nem működött már. Így néz ki az új menza, a modern konyha. Ezek pedig a most kialakított új tantermek. Az iskola fenntartója, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fizette a mostani beruházást. Többe került, mint számítottuk. Ugye tudjuk, hogy azért mindig vannak befolyásoló tényezők, amiket nem lehet előre látni. Jelenleg azt lehet mondani, hogy itt egy nettó 300 millió forint körüli beruházásról beszélünk, ami azért köszönhető annak, a drágulás köszönhető annak is, hogy egyrészt az építőiparban magas árakkal dolgoznak időközben, illetve hát egyre nehezebb ugye a megfelelő szakembergárdát is beszerezni. Az önkormányzat közgyűlése ennek ellenére vállalta, hogy a plusz forrást is megszerzi a bővítéshez. A Koch Valéria iskola központban még egy nagy közös tanári kialakítását szeretnék elérni. Ennek anyagi fedezetének megszerzése lesz a következő időszak feladata a Németek Országos Önkormányzatánál. Közel 450 millió forintból újították fel Pécsett a kertvárosi óvodát és a Kiskuckó bölcsödét. A beruházás során teljes körű korszerűsítésen esett át az épület, nyílászárókat, elektromos berendezéseket cseréltek, és a fűtést is korszerűsítették a szakemberek. Mivel az intézmények teljes kihasználtsággal működnek, így újabb csoportok nem indulnak, viszont a kibővített létesítményben kényelmesen elférnek majd a gyerekek. Léggömbök díszítik a kertvárosi óvoda bejáratát. Az intézményt az elmúlt hónapokban újították fel, kedden délután pedig át is adták az épületet. A beruházás közel 450 millió forintba került az országos program keretében. A 35 éves létesítmény teljes körűen megújult és ki is bővült. A nyílászároktól kezdve a fűtésség, az elektromos vonal minden kicserélődött, a beázások megszűntek, a tetőt is megjavították, tehát teljes mértékben felült az óvodánk, korszerű lett az óvodánk, lett tornatermünk, bővült az óvodánk, nagyobb lett, nagyobb helyünk lett, hiszen a volt anyaotthon helyére is mi költöztünk be, így a felnőtteknek is saját öltözőjük van, és teljesen komfortosan tudunk működni. Az óvoda mellett pedig a Kiskuckó bölcsödét is felújították. Az elmúlt években már 5 ilyen intézményt korszerűsítettek Pécsen. Ebből most a Kiskuckó bölcsöde átadásán vagyunk. Nyilvánvalóan a bölcsödék magas szakmai színvonalon szolgáltatják a kisgyermekes családok életébe a napközbeni felügyeletet és ellátást. Ebben nyilvánvalóan a tárgyi feltételek javulását hozza az intézmény épületének felújítása. Az óvoda egyébként teljes kihasználtsággal működik már évek óta. A fejlesztés után, bár több csoportot nem indítanak, kényelmesen elférnek majd a gyerekek. A NAV Baranya megyei munkatársai október 8-a és 14-e között Komlón, Kozármislányban, Orfűn, Mohácson, Sásdon, Vásárosdombon, Villányban, valamint Pécsett végeznek helyszíni ellenőrzéseket. Az adóhatóság szakemberei a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatát, az alkalmazottak szabályos foglalkoztatását, valamint az árukészlet eredetét ellenőrzik.
főként a ruházati kiskereskedőknél, a szezonális zöldség- és gyümölcskereskedőknél, a vendéglátóhelyeken és a személyszállítóknál. Ahol a pénztárgép által továbbított adatok ezt indokolják, ott forgalomszámlálásra is sor kerülhet. Ugyan a fűtési szezon hivatalosan csak október 15-én kezdődik, a hűvösebb esték már indokolhatják a kandallók, kályhák begyújtását. Azonban fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha az eszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották. Fontos a megfelelő szellőztetés, levegő utánpótlás biztosítása a szilárd tüzelésű berendezéseknél, hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Csak a megadott anyaggal fűtsünk, ami lehet szén, illetve fa, erre a célra egyáltalán nem alkalmas, sőt veszélyes a hulladék, valamint a lakkozott festett vagy nedves fa, hiszen mérgező gázok keletkezhetnek. Valamint elősegíti a kéményben lerakódó kátrány és korom mennyiségét, ami leszűkíti a kémény belsejét, ezáltal visszaáramolhat a füst. Fontos, hogy a kandallók, kályhák elé egy fémből készült parázsfelfogót helyezzünk el, és akkor ezzel biztosítjuk, hogy nem gyullad meg a padló a kipattanó parázstól. Mindig csak hűtött állapotban tisztítsuk a berendezéseket, és tanácsos egy szénmonoxid érzékelőt is elhelyezni. A katasztrófa védelem a káresemények felszámolásában együttműködő szervekkel október 10-én teljes körű alagút biztonsági gyakorlatot tart az M6-os autópályán. A gyakorlat sikeres és biztonságos lebonyolítása érdekében a stráda Budapest felé vezető oldalát, a Bátaszék és a Mohácsi csomópontok közötti szakaszon, a Pécs felé vezető oldalát, a Bátaszék és a Vémindi csomópontok közötti szakaszon október 10-én 19 és október 11-én hajnali 1 óra között lezárják. Ez idő alatt a forgalmat az 56-os és az 57-es útra terelik majd. Csökkent a magyarországi használt autó import a harmadik negyedévben. A 2012 óta nem tapasztalt negatív negyedéves eredmény a szigorodó forgalomba helyezési szabályokkal és a magas euróárfolyammal magyarázható, ismerteti a Dasswelt Auto az MT-hez eljuttatott közleményében. Idén a harmadik negyedévben 40.902 használt gépkocsi érkezett Magyarországra, 2,4%-kal kevesebb, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A közlemény rámutat, januártól szeptemberig még így is nőtt a piac, a növekedés üteme azonban 4%-ra mérséklődött. Tavaly az első 9 hónapban még 10,9%-os volt a bővülés. Az idén az első 9 hónap alatt összesen 120.005 külföldről behozott használt autó kapott magyar forgalmit, 4.601 autóval gyarapodott az import. Tudományos diákköri bőrzét rendezett a PTE. Az Egyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kara immár 7. alkalommal szervezte meg az eseményt. Célja a hallgatók megismertetése az egyes intézetek, klinikák, TDK tevékenységeivel, és hogy a fiatalok minél korábban kezdjék a kutató munkát. Ez pedig a kutatói-oktatói utánpótlás nevelés első lépésének tekinthető. A TDK tevékenység ösztönzése kiemelten fontos a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kar számára, hiszen ez a kutatói-oktatói utánpótlás nevelés első lépésének tekinthető. Trencséni Eszter például most negyedéves TDK hallgatója a PTE AUK Élettani Intézetében. Témaválasztása kapcsán a skizofréniás ember személyiségjegyeit kutatja. Már másodéves korától elkezdte a kutatómunkát. A korai kezdésnek pedig sok pozitív hozadéka van, mondja Trencséni Eszter. Egyrésztről nyilván az adott területre eléggé széles körű rálátása nyílik az embernek, és ha ez iránt érdeklődik, akkor ez nyilván egy pozitív hozadék. A másik, hogy rengeteg konferenciára juthat el az ember, mind külföldön, mind Magyarországon, ami orvosta hallgatóként szerintem mindig egy nagyon nagy élmény. Egyrészt ott is rengeteg nagyon érdekes téma kerül mindig előtérbe, másrészt pedig mi magunk is megmutathatjuk a saját témánkat, előadhatunk, ezzel az előadói képességünk is fejlődik, ami nekem mondjuk egy nagyon pozitív élmény volt, mert előtte azért féltem kiállni emberek elé, és ez azért megváltozott azóta. A TDK munka inspiráló mind a kutatómunkát végző egyetemi hallgató, mind az őt irányító témavezető számára. Jelentősége elsősorban nem is egy-egy új tudományos eredmény megszerzésében, hanem egy szakterületre való rálátás és a kritikus gondolkodás elsajátításában rejlik. A tudományos diákköri hallgatók megmérettetésére házi és országos TDK konferenciákon nyílik lehetőség. Ezeken a kar hallgatói
nagy sikerrel szoktak szerepelni. Az egyéni kutatási eredmények egyúttal kiváló alapot teremtenek az orvosi diplomamunka sikeres összeállításához és a PhD munkához is. Lerángattak a buszról, majd megismertek egy férfit Siklós nagyfaluban. A Baranya megyei rendőrfőkapitányságra október 8-án éjjel érkezett a bejelentés az esetről. A könnyű sérülés szenvedő sértett a rendőröknek elmondta, hogy a bejelentést megelőző percekben két helybeli férfi lerángatta a buszról, majd egyikőjük több alkalommal megütötte. A rendőrök a helyszínen elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható két 18 éves helybeli férfit, előállították, majd kihallgatták őket gyanúsítottként. Ellenük garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a siklósi rendőrkapitányság nyomoz. Szomorú hírt kaptak nyáron a Villány TC labdarúgói. Az U9-es csapat egyik játékosát, Légrádi Liát súlyos baleset érte. A kislány azóta éber kómában fekszik a Betesda gyermekkórházban. Edzője, Szelepcsényi Bálint indította el azt az összefogást, melyhez legendás labdarúgók, valamint motorosok és zenekarok is csatlakoztak. A Beremendi Motoros Egyesület Marton Csaba vezetésével október 20-án jótékonysági koncertet rendez Beremenden, majd október 22-én 15 órakor kezdődik a labdarúgó mérkőzés a család megsegítésére. A találkozót Polgári Csabával és Horváth Tamással együtt szervezi Szelepcsényi Bálint. A jótékonysági mérkőzésen többek között Jekül Anti, Tököli Attila, Bogyai Zoltán, ugye az MLS-nek a Baranya megyei igazgatója, Kovacsics Árpi is elfogadta a meghívásunkat, Stefanovics Barnabás, ugye pályára lép többek között a Polgári Csaba is, akivel szervezzük a rendezvényt, Gellin Antal, de még sorolhatnám a neveket, tehát több olyan nagymúltú játékos is pályára fog lépni. Illetve vannak még olyan nevek is a tarsajunkban, akit nem szeretnék megemlíteni, mert várunk a válaszukra, de mondták, hogy ha idejük és munkájuk engedik, akkor mindenféleképpen szeretnének részt venni. Rég nem látott mértékben emelkedik szerdán a gázolajára, bruttó 8 forinttal literenként. A benzinára a hét közepén még nem változik, annak átlagára marad 406 forint. A gázolaj átlagára az emelés után 435 forint lesz. A Dunántúli Slalom bajnokság negyedik befejező futamát rendezték az Expo Centernél. A versenyre több mint 70-en neveztek. Mivel a bajnoki pontokat a Dunántúli Slalom bajnokság 4 fordulóján gyűjtik össze a versenyzők, érdemes volt az összes futamon részt venni. Ennek az autónak a vezetője mindössze 9 éves. Ő Dicső Dominik, aki a Sofianet Slalom Show legfiatalabb versenyzője. Nem tudom, csak így egyszer így megtetszett nagyon is azért. Mire kell most odafigyelni ezen a pályán? Hát rendkívül a gyorsaságra is, meg a kanyarokra nagyon. Ő már a 11 éves Szaklajda Alexa, rutinos versenyzőnek számít. A Slalom Show futamaira is sárga Opel Tigrájával érkezett. Judintnak volt itt először versenye, és apának azt mondtam, hogy szeretnék én is egy kupát. És így apa azt mondta, hogy max jövő versenyen, addigra ugyis az sokkal máskor volt, és akkor, hogy ezen indulhatok, és akkor így ezen indultam, és akkor így megszerettem, és akkor így megtetszett. Jogsír mikor lesz? Hát, hamarosan akarok. A szlalom lényege, hogy ki az ügyesebb, ki a gyorsabb, ki tudja gyorsabban tekerni a kormányt. Persze ez így egyszerűnek hangzik, de óriási munka van mögötte. A pécsi szlalomverseny második reneszánsza egyébként két évtizedes múltra tekint vissza. Király Gábor és csapata újra megteremtette a lehetőségét ennek a látványos és szinte mindenki számára elérhető műfajnak. A bajnokságnak ez az utolsó futama, ám a versenyzőknek egy gála versennyel kedveskedünk majd november 17-én az Orfői Nagy Parkolóban. Úgyhogy az lesz majd a befejezése. 4 fordulós bajnokságon vagyunk túl, illetve ez a mostani az utolsó fordulója. Itt tudják gyűjtögetni a versenyzők a bajnoki pontjaikat. A bajnoki pontokat a szlalombajnokság 4 fordulóján gyűjtötték össze a versenyzők. Érdemes volt tehát az összes futamon részt venni. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk. Székelyportát, kápolnát és a bukovinai székelyfalvak emlékét őrző helyet avattak kismányokon. A ház jelképe annak, hogy a népcsoport megtalálta igazi hazáját, hangzott el a megnyitón. Jó Isten áldása!
szenteltesse meg ezt a harangot az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ez a harang kerül a kismányoki székelyporta kápolnájának tornyába. Illés Tibornak, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnökének kezdeményezésére épült meg a porta, mely a kápolna mellett egy emlékházat és az egykori bukovinai falvakat jelképező kereszteket foglalja magába, ahová, ahogy elhangzott az avató ünnepségen, vissza lehet jönni, megemlékezni az ősökről és leróni a tiszteletet előttük. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, ez a hely a legjobb példa arra, hogyha van egy közös cél és akarat, akkor az minden nehézség ellenére megvalósul. Még egy bizonyítéka annak, hogy a bukovinai székelység meg akarja őrizni identitását, hagyományait, és ragaszkodik ahhoz a magyar kultúrához, amelyet kint Bukovinában is megőrzött, és most már 77 éve őriz itt Magyarországon. Az ötletgazda Illés Tibor azt mondta, a jelen állapot csak a kezdet. A porta alkalmat ad a további fejlesztésekre, így kézműves udvar, szállás lehetőségek, és az étkező is rövidesen megépül. Néprajzi szempontból is úgy gondolom, adott a lehetőség arra, hogy is kötelez minket az, hogy mindenképpen tovább fejlesztve be tudjuk mutatni a bukovinai székelyek életét, ahogy Bukovinában volt. Simon László polgármester azt emelte ki, a néhány hete átadott Schwab-ház mellé most megépült a székelyporta, mely jelzi a településen a nehézségek ellenére együtt tud élni egymás értékeinek tiszteletben tartásával több népcsoport is. A két ház pedig szolgálja majd a falu fejlődését. Ez a székelyporta, a német tájház ugye mindenféleképpen szerintem az együttélésnek a lehetőségét jelenti, és abban bízom, hogy ezzel a két épülettel, beleértve a többi látványosságot is, talán be tudunk kapcsolódni a turisztikának a forgalmába itt Magyarországon. Nyolcadik alkalommal rendezett sétát a Merrák ellen a Magyar Rák ellenes Liga siófoki alapszervezete. A figyelemfelhívó eseményen rózsaszín sállal és lufikkal sétált a körbe a belvárost több mint 50 nő, hangsúlyozva a szűrések fontosságát. Összefogás az egészségünkért a Merrák ellen. Ezzel a táblával, rózsaszín lufikkal és sállal vonultak végig Siófok főterén és belvárosában a siófoki alapszervezet tagjai és szimpatizánsai. Változatlanul nagyon, úgy látjuk, nagyon sok a Siófokon is a rákos betegek száma, és azt szeretnénk, hogyha minél többen értesülnének arról, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a megelőzésre. Szeretnénk a figyelmet felhívni minden évben, a Merrák hónapjában, októberben, és ezért szüntelenül és kitartóan sétálunk. Az elmúlt években valamelyest javult a helyzet a városban. Míg 6 éve egy busznyi nőt sikerült elvinni szűrésre, tavaly előtt már meghatszorozódott a számuk. 3 éve pedig nem tudnak új betegről. Túros Istvánné Rozika 20 évvel ezelőtt fedezte fel magán az első csomót. 2 hét leforgás alatt túl lettem. Ezen mellemet nem vették le, hanem kivették a csomót. És akkor én nekem se kemó nem kellett, se sugár először. És akkor utána kijött nekem a nyirokcsomóba. Kijött a fejtetőmre, kijött a vastagbelembe. Most 20 év alatt legalább 8 rossz indulatú daganatom volt, de nem érzem magam betegnek, soha nem is éreztem magam betegnek. És ezért fontos, hogy figyeljük magunkat. Tehát, hogyha már nem olyan a közérzeted, ha te bánatos vagy, hogy szomorú vagy, nincs kedved semmihez, vagy valami kis puklit érzel magad, vagy dudort, akkor igenis orvoshoz kell menni, és megmondani, hogy ez nekem nem stimmel. Mint mondja, a nők többsége még most is tabuként tekint a témára. Nem beszélnek róla, nem fordulnak időben orvoshoz. Az ilyen rendezvények fő célja pedig továbbra is az, hogy felhívják a nők figyelmét a megelőzés fontosságára. Az Ódai Tehetséggondozás szülőanyja Nagy Jenőné tartott 3 napos kurzust a Szekszárdi Kindergarten óvodában. Véleménye szerint már ilyen kis korban érdemes odafigyelni a gyerekek érdeklődésére és irányultságára, annak érdekében, hogy később készségeik kiteljesedhessenek.
Az óvodai tehetséggondozás nagyobb lehetőségeket nyújt a differenciált foglalkozásokhoz, hiszen a kis csoportban jobban odafigyelve lehet fejleszteni a gyerekekben mindazokat a képességeket, melyekkel eredendően rendelkeznek. Fogalmazta meg az óvodai tehetséggondozás lényegét Nagy Jenőné, aki jelentős nemzetközi tapasztalatokkal is felvértezve volt szülőanyja a magyar óvodai tehetséggondozó műhelyek kialakításának. Meg tudjuk nyerni a szülőket, hogy a gyermekek nevelése közben figyeljenek arra, hogy milyen irányultságú, milyen érdeklődése van egy gyermeknek, és próbálják ebben támogatni, hogy kialakuljanak az érdeklődési körök. A jelenleg Szarvason tanító pedagógus azt mesélte, 10 évvel ezelőtt végzett főiskolások körében egy felmérést, ahol a megkérdezettek 70%-a azt válaszolta, nincs érdeklődési köre. Ezt a tendenciát kell megállítani, és lehetőséget nyújtani a gyerekeknek, hogy életük jelentős részében azzal foglalkozzanak, amihez tehetségük van. Sebestyén Györgyi intézményvezető azt mondja, a tehetséggondozás és a tehetségek felmérése hiányterület az óvodában. Az óvodának a legfontosabb feladata a korai felismerés, mind a felzárkóztatás és támogatás terén, mind az erősségek kiszűrésében. Tulajdonképpen ez a két pólus, de mindegyiknél ugyanolyan nagy jelentősége van, és hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy a korai felismerés, mert itt még ugye egy olyan szenzitív periódusról beszélünk, egy olyan szenzitív szakasza a fejlődésnek, amelyben mind a két területen egy óvodapedagógus és egy óvoda nagyon sokat tehet. Az óvodai nevelés a művészetek eszközével című program átfogja az óvodáskor teljes nevelőfejlesztő munkáját. A program az érzelmekre épít, és a gyerekek esztétikai tevékenységét, alkotókészségének fejlesztését hangsúlyozza. Nagy Jenőné a program kitalálója és tanítója munkássága elismeréséül 2016-ban életműdíjat kapott. Közel 360 év feletti fogadta el Kaposszegcső meghívását a vacsorával egybekötött idősek napi ünnepségre. A közönségnek Solt és Rezső adott koncertet pénteken késő délután a Kaposszegcsői sportcsarnokban. Október 1-e az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntjük és gondolunk tisztelettel és megbecsüléssel azokra, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Kaposszegcsőn is a hagyományoknak megfelelően évek óta köszöntik a szépkorúakat. A sportcsarnokban pénteken késő délután Solt és Rezső koncertjén fiatalokat megszégyenítő módon szórakoztak a szépkorúak, amit az idősek napján a település vezetése megszervezett a 60 év felettieknek. Én úgy gondolom, hogy a társadalomnak igenis meg kell becsülnie, és egy településnek el kell ismerni az idősebb generációnak a tudását, és a fiataloknak igenis találkozni kell sokszor az idősekkel, hiszen tapasztalatokat, életbölcsességeket őtőlük tudunk átvenni. A falu vezetése 328-60 év feletti lakosnak küldött meghívót, ebből közel 300-an vettek részt a programon. Többen vannak, akik 60 évesen még nem számolják magukat a szépkorúak közé, ezért nem jönnek a rendezvényre, de sokaknál betegség, gyengeség akadályozza az ünnepen való részvételt. A koncert után a szervezők vendégségre és közös beszélgetésre hívták az ünneplőket. A régió hírei után a legfontosabbak következnek egy-egy mondatban. Új konyha, étkező tantermek, 300 milliós beruházás a Koch Valéria iskola központban. Közel 450 millióból korszerűsítették, átadták a felújított kertvárosi óvodát és bölcsödét. Megfelelő szellőzés és fűtőanyag, jó tanácsok a katasztrófa védelemtől a fűtési szezonra. Cél a kutatói, oktatói utánpótlás nevelés, TDK bőrze a PTE orvosi és gyógyszerész tanár. Csütörtökön is sok napsütésre, időnként kissé felhős, csapadékmentes időre számíthatunk. Reggel elsősorban nyugaton és északon képződhetnek pára és kötfoltok. A keleti-délkeleti szél főként a Dunántúlon élénkülhet meg. Délután 21-26 fok valószínű. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami érdekes lehet mások számára, és akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikére. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!